Az Old School Gymben egy kedves barátom Zsolti szervezett egy fogáserő versenyt, gondoltam elindulok rajta. Két gyakorlat volt, az egyik az elemelés, avagy felhúzás, de Apolló rúddal. Ez a rúd sokkal vastagabb a szokványos olimpiai rúdnál, ezáltal a legtöbb ember közel sem tud akkorát emelni vele. A másik feladat a Rolling Thunder névre hallgat, amelynél egy forgó rudat kell fogni és egy kézzel emelni, teljes mértékben undorító. Kiskoromban elég dagat voltam, 17 éves koromban elegem lett, és addig gyúrtam meg diétáztam, amíg le nem fogytam. Ez már 13 éve volt, úgyhogy időközben sikerült azért egy kis izmot is pakolni magamra, a saját testről gyakorlatokban megerősödni, de mindig is volt egy gyenge pontom. Az édesanyám csuklóját örököltem. Mi más lehetne hát a legjobb ötlet a világon, hogyha beneveznék egy kifejezetten fogáserőt mérő versenyre, amiben a leggyengébb vagyok. Na jó, azt hozzáteszem, hogy az egykezes húzózkodást kigyakoroltam, tehát saját testsúlyam már nem vagyok amatőr, viszont a nagy súlyos elemelésnél, cipekedésnél mindig is lassan fejlődtem. Az eredmény nagyon-nagyon meglepett a végén. A hobbisták mellett profi versenyzők vettek részt, erős emberek, falmászók, szkanderesek, birkózók. Az esélytelenek nyugalmával indultam az úgynevezett gírnyó kategóriájában, tehát 75 kiló alatt. A verseny napján én 72 kiló voltam. Egy kedves tanítványom Tibi is eljött velem. Az első emelésem 100 kilóra tettem, aztán később elkezdtem tartani tőle, hogy ez hiba volt, mert láttam, hogy a kategóriámban a többiek sokkal kisebb kezdősúllyal indítanak. A rúd zsírúj volt, ami ezeknél a feladatoknál sokszorosan előnytelen, hisz nincs beletapicskolva a magnézia, hogy ne csúszson annyira, satúfogás kell hozzá. A verseny előtt két héttel próbáltam meg Zsoltinál egyetlen egyszer ezeket a feladatokat, akkor kitapasztaltam, hogy mennyi az annyi, az viszont az ő rúdjaikkal volt, melyek szénné voltak ziázva, tehát meglepi volt emiatt, hogy az újakkal csináljuk. A második próbálkozásom 105 kilóval. Harmadjára is a 105-re mentem, de kicsit kapkodtam. Utólag látszik, hogy ha nem sietem el, valószínűleg meg tudtam volna tartani, de se baj. A nagyobb méretű emberek elképesztő súlyokat emeltek. Skander verseny is volt egyébként párhuzamosan a fogáserővel. Mint a villámapokán. Mikor mindenki megvolt a három próbálkozásával, jött a második szám, a Rolling Thunder. Ebben már csak két próbára volt lehetőség. Az Apolló tapasztalatából kicsit visszább vettem a kezdésnél.
35 kilóval indítottam. Hogy van? A második köröm 45 kiló volt. Szorít! Nagyon jó! Ennek a srácnak brutális fogása van. 50 kilót emelt. Szorít! Játékon kívül én is, meg Tibi is rápróbáltunk, de nem jött össze. Úgyhogy örülök, hogy nem 50-nel próbálkoztam második körben. Az egyik zsűritag bemelegítés nélkül megmutatta, hogy hova lehet eljutni. Jött az eredményhirdetés, őszintén szóval nem vártam semmit, ezért különösen meglepett az eredmény. Második lettem, Tibi pedig harmadik. Ebből a történetből most nem az a tanulság, hogy akár női csuklóval is lehet fogáserőverseny nyerni, hanem hogy tök mindegy, hogy nyerünk-e. Én is azért indultam el ezen a versenyen, mert régebben mindig úgy voltam vele, hogy nem indulok sehol, úgy sincs semmi esélyem. Most pont azt szerettem volna bebizonyítani magamnak, hogy ha nincs semmi esélyem, akkor is el lehet indulni a játék kedvéért, még ha utolsó is leszek. Most véletlenül éppen nem lettem utolsó, de tulajdonképpen akkor se lett volna semmi baj, hogyha utolsó leszek. A lényeg az, hogyha szereted a sportot, szereted az erőedzést, vagy akár a saját testsúlyos edzést, akkor érdemes ilyen rendezvényekre elmenni, és találkozni olyan emberekkel, akik szintén szeretik, mert a közösségnek nagyon jó ereje van, és legalább nem egyedül hülyéskedünk otthon, hanem sokan hülyéskedünk közösen. Most pedig 5 másodpercre támogatunk kéri kedves figyelmüket. Ha szeretnél útmutatást, támogatást és ellenőrzést a céljaidhoz az egészséges életmóddal kapcsolatban, csatlakozz idei online coaching csoportunkhoz. Konkrét feladatok, hogyha szeretnéd basztatás, ha szeretnéd pátyolgatás, 1 év alatt megtanulhatod a korrekt, esszencialista életmód csínyát, bínyát. A csoportba jelentkezni kizárólag január végéig lehet, és utána megint zárjuk a kapukat az év végéig. Jaj, de nagyot tud lökni az úr az ajtón. Leírásban megtalálhatod az elérhetőséget, január 15-ig még kedvezményes áron lehet jelentkezni. És hogyha már fogáserő, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy a saját testsúlyos edzés mennyire konvertálható át a súlyzós edzésre, és a súlyzós edzés mennyire transferálható a saját testsúlyos edzésre, csináltam egy videót Püstös Tamással, egy profi testépítővel arról, hogy mennyire vagyunk jók egymás edzésében. Úgyhogy mindenképp ajánlom, hogy nézd meg most, hogy hogyan teljesít egy profi testépítő a street workout pályán.